Szerencsésen hazaérkeztek a Vaszari János általános iskola hagyományos sítáborának résztvevői, és egy rövid pihenő után már is visszatértek a mindennapi tanítási rendhez. Az intézmény már évtizedek óta szervezi meg diákoknak és szülőknek ezt a lehetőséget, a téli sportnak pedig idén is nagy volt a népszerűsége. Másodszorra voltam idén síelni, és azért volt nagyon jó, mert ugye barátokkal voltunk, és főleg a társaság miatt is jó volt elmenni, és hát nagyon sokat fejlődött így a sítudásunk ennyi idő alatt. Volt hócsata is a síelésen kívül, és nagyon-nagyon sok gyönyörű hegy volt körülöttünk. Az a legmagasabbra fel is mentünk utolsó nap a mi csoportunkkal. A gyerekek érdeklődése a sítés iránt, ez töretlen. Akik már voltak sítáborban, azok szintén a következőben részt vesznek, és vannak új gyermekek is, akik szintén szeretnének megtanulni síelni. És a nagy érdeklődésre való tekintettel szervezzük meg minden évben, hogy ezt a szép téli sportot is megismertessük a gyerekeknek. Szülők is érdeklődnek, és egyre több szülő jön el a táborunkba. Úgy gondolom, hogy így a szülőkkel való kapcsolatot is szorosabbá tudjuk tenni. 5 napot töltöttek a gyerekek síeléssel a már megszokott ausztriai hegyekben, persze sok-sok játékkal és nevetéssel fűszerezve. És egy 15-20 éve már Ausztriába járunk. Ide Prebigbe, Steyerországba, hát szerintem egy 15-ször már ugyanezen a helyszínen egy pályaszálláson lakunk. Reggel ugye 8 órakor keltünk, 9 órakor már indultunk ki a pályára, vagy kint is voltunk már, és 4 csoportban sieltünk, kezdők, haladók, középhaladók, és akkor voltak még a profik. Ez a 4 csoport, ez átjárható volt, hogyha valaki ügyesebb volt, akkor tovább lépett, hogyha esetleg gyengébben ment a síelés, akkor visszalépett, délbe bementünk, ebédeltünk, volt egy kis pihenő, és 2:30-tól 4-ig megint folytattuk tovább a síelést. A csütörtöki napon, ez a 30 nap a délutáni síelést megszakítottuk, ott délután szintén pihenés volt, és az utolsó nap szombaton még végig síeltünk. Ugye teljesen más mozgás, érdekes, amikor először rááll az ember a lécre, bizonytalanná válik, de hogyha jó alapokat tud szerezni, akár itt a sítáborban, akár hogyha a szülő viszi el, akkor utána egy csodálatos élmény, gyönyörű helyeket láthat, gyönyörű környezetben és jó levegőn van.